Ha megkérdezné a francia köztársaság elnöke, hogy mit csinálok, krumplit reszelek, közben limonádé jóet nézünk a műhelyben. Mert a Cola Loca limonádé, amit mi is fogyasztunk amúgy, mindennél jobb. Tudod, mi lesz ebből, Lacika? YouTube osztrapacska. De Atinak csinálunk tojásost, mert nem ehet teljest. Találkozunk a szaggatáskor. Igazából ezt vágódeszkán vizes késsel, nedves késsel kéne csinálni. Én úgy szerettem volna, de azt mondták, hogy csináljam ezzel a szaggatóval. Mindegy, ezzel is szeretjük. Ott már készül, gyerekek, YouTube-ról strapacska, szalonna pörccel. Nem tudsz hibázni. Nézd el. Ide bele kell tenni alá egy fél kocka teavajat, vagy rendes tehénvajat. Így, az szépen szétolod, és nem hagyja összeragadni, és ilyen nagyon jó állaga lesz tőle. Szia, Anna! Anna is megjött. Gyere, csigém! Fél óra aztán kész. Apa, hova raktál a fát? A fádat? Ahová tetted, csigém? Szépen ott, ahol van a folyó. Gyula mondja, hogy hol van. Ennyi, gyere. A ládának van támasztva. Na, lehet, hogy jó megszáll. Ez itt a helyünk. Közben persze készül az erősítő, Laci építi, csak kaja után majd. Megjavítja most épp a direkt drágos lemezjátszót érutja, Laci. Kicsit el van fáradva. De egy nagyon jó állapotú dual direct drive-os Made in West Germany lemezjátszó. Alakulunk, alakulunk. Kérlek szépen, ez egy Svecov repülőgépmotor, azt hiszem M82-esnek a dugattyúja. Ezt most felpolírozzuk. Jól látszik a zsebelt dugattyú természetesen. Ez egy, azt hiszem ez egy 28 literes motor. Ez a Svecov. Ennek a dugattyúját most felpolírozzuk, és ez kerül bele a kis vitrinünkbe, megvilágítva arról, hogy ezeken a csapszeg lyukakon keresztül, vagy furatokon keresztül kitüremkedjen a fény, László. Látod? Mert csak fontos nekünk, hogy ne csak jó legyen a helyünk, hanem... Persze, legyen dekoratív. Én úgy gondolom, hogy jó, most nyilván a YouTube-ról strapacska főzésből visszamaradt pálinkák, meg edényeket eltekintve. Szelektíven gyűjtjük a hulladékot, tenném hozzá. Műanyag, papír és vegyes. Ott a vegyes. A lányok kifestőznek. Jackson, vigyázz, mert ez le fogja tiltani a YouTube, nem menj közel. Opa! A hűtőszekrényünkön. Hűtőszekrényről szól, a Bluetooth-on átlőtt off the wall. És ebben itt lesz a... fordítsd el a kulcsot! Igen, a kulcsot fordítsd el, és itt lesz benne a dugattyú. Itt meg lesz világítva szépen. Itt lesz, igen. Ott egy kis lézergravírozónk, azt még ma még bevetjük, mert a dugattyú mellé nyomtatunk egy kis alaptáblát. Ugye? Hogy Radial Engine Piston, mert hogy amerikai jó. Úgyhogy alakul az új kis műhelyünk, megmutatom nektek a fali ugránkat. Mennyi az idő? 4:60, kérlek szépen, nézd meg, hogy fut. Jó, hogy tegyel. Nem 5:30. Tegnap este gyártottuk. Igen. Úgyhogy já, alakul. Aztán nekilátunk a Laci összereki a Commodore 64-et, hogy tudjanak a gyerekek és mi. Jó, hát igen, remélem elalszanak gyorsan. Persze, és utána nekilátunk összerakni a Dodge-emet. A Dodge-em egyelőre még nem úgy néz ki, mint egy Dodge-em, de az ott... Hát figyelj, lényegében ez itt egy Dodge-em hajtáslánc, amit a kezembe fogok. Egy villanymotor és... Bejövök innen, itt a fény. Ez itt egy villanymotor és egy kerék. Tulajdonképpen egy hajtókerék. Ennyi lesz. Attila nem sokára megérkezik a go-kart felnikkel. Jelentkezünk még, sok epizódot fogtok látni ebből a műhelyből, most még csak építjük. De a YouTube-ról strapacska milyen lett, Laci? Nem tudok megmozdulni. Jó vagyok belőle? Gyönyörű vagy belőle. Ennyi. És szerény. Ameddig Pista kint tesz és vesz, addig nekem is van itt a lakóautóban feladatom, mert ebből a nagyon csúnya rádióból kell gitárerősítőt építenem, ami igazából nem egy, de igazából nagy kihívás, főleg, hogy ha itt megnézitek, szét van taposva a nyák, ezt még meg kell javítanom. De hát azért vagyunk itt, hogy tárgyakat hozzunk vissza az életbe, és játszunk. Igaz, lokátor? Ugye? Loki, szavaj nekünk Pilinszkit. Na?
Mit csinálsz, Pista? Kérlek szépen ahhoz a dugattyúhoz, ugye a Svetsov csillagmotor dugattyúhoz, ami egy Wright Cyclone-nak a másolata volt a Szovjetunióban. És amit felpolíroztam azt a dugattyút, betettük oda a kis vitrínbe, megvilágítva. Annak csinálom az adatlapját. Ugye ezt a motort használták a Polikarpov V16 Rata, azaz Patkány Bece nevű vadászgépbe, ami a világ első monoplán, húzalmerevítés nélküli monoplán, behúzható futómű és teljesen fémépítésű gépe volt. Ez volt az első. 1936-ban mutatták be. Amúgy a géptörzs az egy amerikai, hát nem tudom, azt hiszem GB versenygépről. Ugye egy sebességi rekord gépről lett lemásolva, és annak az adatlapját csinálom most itt, hogy a kis lézergravírozónkkal szépen kigravírozzam, és odaragasszam mellé. Hogy aki belenéz, Laci, az tudja, hogy mit lát. Az nem csak egy darab fém, hanem az egy darab történelem. Ezt csinálom most. Kész van, Laci.